Sziasztok, Sübötős Bence vagyok, és ez itt a Kompassz, a triatlon vlogom. Múlt hét szombaton részt vettem életem első csapatbajnokságán, amely egyben egy országos bajnokság is volt. Ivancsó Bécivel és Hanász Attilával végül a 15. helyezést értük el. Én nagyon jól éreztem magam, és nagyon büszke vagyok a srácokra, mert tényleg kiadták magukból a maximumot, sikerült végig együtt maradnunk, és az eltervezett stratégiát végigvinnünk. Tényleg nagyon jó volt, tök jó volt újra együtt lenni a csapattal, bár azt meg kell jegyezni, hogy a srácok kicsit elkéstek, úgyhogy volt pár üres órám, ahol a következő vlog epizódot fel tudtam venni nektek. Remélem tetszeni fog, nem is csacsogok tovább, a többi úgyis rajta lesz a videókon. Sziasztok! Itt vagyok Tiszaújvárosban újra. Tök jó ide visszatérni. Ma szombat van, tehát ma van a klubcsapat OB, úgyhogy azt várom, hogy Bécsi és Hani megérkezzenek. Aztán szépen bedepózzunk. A többiek már éppen úton vannak. Szájkóik éppen már kijöttek a vízből, ha jól hallottam. A B csapatunk körülbelül most úszik, úgyhogy nagyon király, hogy újra itt együtt lenni. Ez egy bolyozós sprintávú verseny, de mivel csapat OB, tulajdonképpen csak a csapattársaddal lehet bolyozni. Úgyhogy az lesz a versenynek a kulcsa, hogy ki mennyire tud összeállni az úszáson és a bicajon, illetve utána mennyire tudnak a csapattagok megspórolni a következő versenyzők számára egy kis energiát. Lehet 3, 4 és 5 fős csapattal indulni. Ugye az a lényeg, hogy a harmadik, három embernek kell bejönni a célba, és a harmadiknak a futóideje számít. Vagyis akik erősebb csapatok, és tudnak indítani akár 4-5 embert, azok ugye előnyben vannak, hiszen fel tudnak áldozni egy, akár két embert a bicajon, akik ott kihajtják magukat, és optimális esetben a futópályára 3 friss futóval érkeznek, ahol ők aztán gyakorlatilag egy cső max 5 kilit tudnak tolni. Mi 3-an vagyunk, úgyhogy nekünk a cél a tisztes helytállás, illetve szeretnék azért egy értelmes kerékpáridőt összehozni a srácokkal. Nagyon szeles a pálya, úgyhogy az egész azon múlik, hogy mennyire tudunk majd bajban tekerni. Remélem nem fogunk szétszakadni. Na és akkor még egy pár tanács. Szerintem mire kell odafigyelni egy sprint triatlon előtt? Természetesen az alap dolgokra oda kell figyelni, hogy rakjál be biciklit és cipőt, meg bukósakot és úszószemüveget, de én szerintem a legfontosabb dolog egy sprint triatlon előtt, hogy mit és mennyit eszel. Hiszen noha ez csak egy órás verseny, nagyon nagy a pulzusszám, nagyon magas szinten pörögtök. Fontos, hogy a szénhidrát laktálak fel legyenek töltve, de a gyomrotok lehetőség szerint már üres legyen. Úgyhogy a legfontosabb dolog az ez. Nem sör van benne, az csak a felirat, ebben víz van. Szerintem fontos, hogy megfelelőképpen a hidratáltságra itt kell az egyik legjobban odafigyelni, mert a gyomrotok nem nagyon tud felvenni menet közben semmit. Még egy olimpiai távon még lehet menet közben inni, itt max a biciklin pákoltyot elbírsz nyomni, de igazából inkább a teljes mértékben a raktárakba kell menni. Szóval az első dolog a hidratáció. Második szabály. Sprint triatlonon arányaiban a leghosszabb ideig tart a depózás, hiszen a depózás ideje az konstansan a táv csökken. Tulajdonképpen itt lehet a legnagyobbat bukni egy depózáson, tehát gyakorolni kell a depót. A cipőt a biciklire fel kell szerelni úgy, hogy ne essen le. Nem így. Harmadik szabály. Ha sprintriatlonra indulsz és csapatban veszel részt, legyen meg a telefonszáma a csapattársaidnak. Nekem éppen most nincs még. Sprintriatlon előtt nagyon fontos az átmozgatás, mivel nagyon nagy tempóra kell felpörgetnetek, az alapos bemelegítés elkerülhetetlen. Ötödik szabály. A sprintriatlonon nyakig sabban fogsz célba érni. Mindenképpen iktass be minimum 1 óra aerób sportot az esemény után, mert különben a regenerációs idődet
megtöbbszörözöd. És az egyik kedvenc tiszai városi sztorim, amit számos alkalommal elmeséltem már mindenkinek az, amikor 6-7 évvel ezelőtt, hát lehet, hogy volt az 9-10 is, kijöttünk a srácokkal ide strandolni. 5-6 srác, egyfajtában ment a szívózás, főleg köztem és Norbi között. És képzeljétek el ezt a szituációt, hogy így állunk félkör alakban, 5-6-an. Norbi jön velünk szembe, háttal a medencének, mi a medence felé nézünk. És ekkor beugrott egy lány a medence széléről a vízbe, dobott egy fejest, és egyszerre vettük észre, hogy a lányról lecsúszott a bikini. És mondjuk hangosan, hogy nézzétek más rászokos, a lányról lejött a bikini, és Norbi így elmosolyodott, keresztbe tette a kezét. Engem nem basztok át. És közben a háttérben ott hullámzott a félmeztelen lány. Ezt sose fogom elfelejteni, hiszen mire Norbi kapcsolt, addigra már az esemény megszűnt. És pehjetekre akkor még nem vlogoltam, úgyhogy erről nincsen felvétel, egyébként sem lenne családbarát tartalom. De ennyivel meg kellett emlékeznem erről itt is, Norbi. Remélem lesznek még hasonló vicces sztoriaink. Miközben várom a többieket, kicsit átmozgatok és nyújtok. Egyébként pont most mondta be a speaker, hogy egyelőre a legjobb úszóidőkkel a szájkóik rendelkeznek, úgyhogy bízom benne, ez elég sokáig így marad. Egyébként tényleg nagyon jó időt húztak, úgyhogy ebből bármi lehet még. Hajrá, srácok! Szóval, sziasztok! Szájkóék harmadikok lettek, mi pedig nagyon boldogok vagyunk, mert sikerült végezni, amit terveztünk. Minek 12-eket lesz? 11. Igen. Tényleg reméletileg mindenki is lefilmeztem. Igen, a 21-ből a Willy Bike elhozott egy 11. helyet, még egy harmadik helyet a Seniorba, tehát 40 pluszba, és fiatalok egyelőre 5. helyen álltok, nem tudjuk, hogy mi lesz. Hát, kemények majd most jönnek. De az a lényeg, hogy jól éreztem magam. Igen, mondjuk ez volt a lényeg. Igen, persze. Egyébként annak idején ezért is indult ez az egész verseny, hogy a Willy Bike elkezdett járni a csapat OP-re. Egyrészt van egyfajta közösségépítő jellege, másrészt közel van, egy jó
szervezett. Már akinek. Hát most már nem, de még akkor igen. Sőt, neked volt a legközelebb, mikor még nyéklátházi lakos voltál. Még nekem volt a legközelebb. És nagyon jó gyakorlás így. Igen. Tehát így mindent lehet. És mindenképpen így, hogy biciklivel jöttünk, meg megyünk haza, így azért egy egész jó edzésnek is van benne minden. Igen. Úgy gondolom, ez a lényeg. Ami nekem érdekes volt, mert ez volt életem első csapatversenye, hogy a úszásnál, aki középen van, annak van a legfontosabb szerepe, mert én még úgy tudtam kontrollálni, hogy mikor kell neked sebesség, meg mikor ment el Fanni, és szerintem hátul utolsó előttinek a legfontosabb lenni, és onnan visszafelé, tehát úgy kell a kontrollnak meglenni. Tehát nem az számít, hogy elő legyen a legjobb úszó, hanem olyan ember legyen az utolsó előtti megy középen, aki ezt jól tudja kontrollálni, nekem nem gond nézelődni. Tehát ha mondjuk van két úszó, aki körülbelül egy formát tud úszni, és abban az egyik tud nézelődni, akkor azt kell középre tenni. Szerintem ez egy fontos pont a versenyen. Nekem ez újdonság, én most voltam először ilyenet. Szerintem a kontroll középen a legfontosabb, tehát aki középen van, annak van jó hangú embernek kell lennie, a bicajon is, hogy ordítson az elsőnek, hogy mikor nyomjon. Tehát ebben van láció, és amúgy menet közben gondolkodtam, hogy milyen fasza volna csinálni egy ilyen kis ledet, ilyen RFID-s ledet, megcsinálni, hogy aki hátul van, egy kis tudjon ilyen potméterre jelezni, hogy még kérek sebességet az előlévőnek, és akkor látja, hogy még adhatja. Ezt meg szokták oldani oly módon, hogy ha lábát érinti, akkor tudod, hogy mögötted. De bicajon nem tudod. Bicajon nem. Mert nyilván kerékpár nem, de úszásban tudod. Egyébként arra gondoltam, hogy esetleg egy rádiós headsetet berakni a bohóba, és lehetne menet közben infót adni. Mi menet közben kiabáltunk. Igen, meg környezete meg végig mentél egyedül elől, úgyhogy... Hát figyelős, tehát valóban, tehát ha nem is csapatok hát, majd, egyébként. Majd Dr. Varga megmondja ezt egyébként, hogy mit kinek kell középen úszni, meg hogy az ideális, ugye. Ja. Gyere! Itt el van. Azért pakoljál le. Mert a szenior csapat mozdonya az Dr. Varga volt, meg a motorcsónak is egyúttal, úgyhogy nálunk ez itt így. Húztad még itt, te húztál előtt? Persze, nálunk igen. Soprinkát? Hát javarészt ő ment, azért javarészt ő ment. De azért te mentél, sokkal többet mentél el, mint sokkal többet. De hogy fejben mennyi minden elül, de én azt láttam, amikor itt mentünk a szembeszélbe, láttam WC-gét, így hátra néztem, hogy már fáj nekik a második körön, és akkor bemondtam, hogy akkor megelőzzük az előző csapatot. Fanni még kimondott egy okét, annyit láttam, hogy WC így lebukik, meg így összeszorítja a száját. Elmentünk a másik csapat mellett, akiket ki kellett ordibálni, mert egyébként jobbra tartás van. Lenne. Meg kocsázás, ugye? Hát nem az, mivel két ötfős csapatot értünk utol, tehát két ötfős csapat próbáltat egymást, ez még utol értük őket, és ott még kobászolt a verseny. Mi mennyit előztél? Hát, hogy három csapatot. Én annyit tudok, hogy sokszor mentem a 350 wattal ott hátul. Ez összehasonlításképpen Herr Gyulánál 340 wattot tudtam kimaxolni 5 éve. Tehát, hogy 350 nem ment hátul, az nem arról. Igen. Nem volt jó szélállni. Majd belinkelem a wattokat. Jó. Főleg a holnapit majd. Jó. Na. Holnap akkor ki lesz itt? Meg Peti is. Hát akkor sziasztok! Hajrá Vinibaj! Hajrá Vinibaj! Ha tetszett ez a rész, akkor dobj egy lájkot, és ha nem szeretnél a következő részre lemaradni, akkor iratkozz fel. Következő részben egyébként az edzés elméletbe fogunk egy kicsit belemélyedni, hogy miért fontos egy Ironman-nek intervallokat, edzéseket beépíteni a felkészülésébe, és miért segít egy Ironman-nek az, hogyha részt vesz ilyen sprintversenyeken, mint amilyen ezen a hétvégén is volt. A versenynek a linkjét megtaláljátok a leírásban. További jó felkészülést kívánok nektek! Sziasztok!